Magyarország déli határa helyett a jövőben Szerbia déli határainál lenne a migrációs védvonal. Erről beszélt Bakondi György reggel az M1-en. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta, Magyarország, Ausztria és Szerbia azért kényszerül közös lépéseket tenni az illegális bevándorlás megfékezésére, mert Brüsszel 2015 óta nem tudja kezelni a krízist. Szemét borítja az egykori népszerű szabadkai kirándulóhelyet, a maketesi erdőt. A terület hónapok óta tele van ázsiai migránsokkal, akik egyre sűrűbben kerülnek összetűzésbe, gyakran lőfegyverekkel támadnak egymásra. A veldezés az van, de tudja az igazság, hogy én nem még egész az erdő alá, nem is megyek, meg nem is, nincs is mély mennem, de hallasz, hogy itt a népek, akik jönnek ide az önkiszolgálóba, ismerősök mondják, hogy vannak, de jócskán vannak. Legutóbb múlt pénteken volt lövöldözés ezen a területen, amikor egy ember megsérült. Az M1 úgy tudja, hogy az embercsempészek lövöldöztek. Korábban ugyanitt egy hasonló fegyveres leszámolásban egy ember meghalt, és egy rendőrre is rálőttek. A helyiek aggódnak, akik az erdő közelében laknak, azok féltik a gyerekeiket. Szomszéd is hordja a kislányát az iskolába, hozi, viszi, úgyhogy... A befogadó táborok túlterheltek, egyre több a fegyveres erőszak, az embercsempészek pedig a nap 24 órájában portyáznak a migránsok között. A migrációs nyomás 2015 óta nem volt ilyen hatalmas a déli határon. Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére hétfőn magyar-osztrák-szerb csúcs találkozót tartottak az illegális bevándorlás kezeléséről. A helyzet egyre nehezebb, a számok és a tények egyre riasztóbbak. A kormányfő leszögezte, a csúcstalálkozóval arra tette kísérletet, hogy szembenézzenek a helyzettel és intézkedéseket dolgozzanak ki. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy miközben az országok nap mint nap megszenvedik az illegális bevándorlás nehézségeit, addig az orosz-ukrán háborús konfliktus és a világméretű infláció miatt Európa elfordult a migráció problémájától, pedig ez legalább annyira fontos, mint a másik kettő. Egész Európát védjük, Magyarország teljesíti a schengeni tagságból fakadó kötelezettségeket. De az lenne az érdekünk egész Európának is, és mindhármunknak, akik itt állunk, hogy ezt a védvonalat minél délebbre toljuk. Egy komoly, nagy közbiztonsági fenyegetés jelent ez a helyzet a határunkon. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója is megerősítette, hogy a migrációs védvonalat délebbre kell tolni a jelenleginél. Jelenleg ugyanis Magyarország déli határa jelenti az unió külső határát is egyben. A migránsok itt próbálnak meg átjutni az Európai Unióba, ezért itt a legnagyobb a migrációs nyomás. A terv azonban az, hogy ezt az úgynevezett védvonalat Szerbia déli határaihoz tolják majd ki, fogalmazott Bakondi György. Csoportos fiatal férfiakból álló erőszakos fellépésű személyek jelennek meg a határunkon. Szeretnénk, ha ez a védvonal minél délebbre lenne. Pillanatnyilag az a elgondolás, hogy talán a legpraktikusabb az lehetne, ha ez a szerb-észak-macedón határon történne, ahol a három ország közös erőfeszítéseket tenne a határőrizet megszilárdítására. Magyarország, Ausztria és Szerbia között mostantól miniszteri szinten folytatódnak a tárgyalások bevándorlás ügyben. A következő második találkozót Szerbiában, a harmadikat pedig Bécsben tartják. A terv az, hogy a miniszterelnökök akkor nemzetközi megállapodást is kötnek egymással.